Az 50%-os mérleggel érkező Kiskunfélegyházát két alapembere, Ráne Szavics és Asztalos István nélkül fogadta a Szentsenyik se. Az első negyedszoros volt, 10 perc játék után a vendégek vezettek egy ponttal. A második játék részben aztán magasabb fokozatba kapcsolt a házigazda, a szünetre már 17 pontos nyíregyházi vezetésnél vonultak le a csapatok. A harmadik negyedben 10 pontot faragott hátrányából a Kiskunfélegyháza, de a záró 10 percben a hazaiak ismét el tudtak lépni ellenfelüktől, és végül 14 pontos különbséggel szerezte meg sorozatban 8. bajnoki győzelmét Kovács Tibor együttese. Eleve tudtuk, hogy egy olyan csapatról van szó, ahol képzett játékosok, kecskeméti utánpótlásban nevelkedett játékosok alkotják a csapat zömét. Harcias játékot játszanak alacsonyabb szerkezettel, mi pedig úgy készültünk a mérkőzésre, hogy azok a játékosok játszanak többet, akik esetleg eddig kevesebb szerephez jutottak, illetve hát esetlegesen felhozó mérkőzésnek is számított egy-két játékosnak ez a mérkőzés. Részben tudtak vele érni, de hát ez a játék olyan, hogy nem sikerülhet minden egyből. Próbáljuk a pozitív tapasztalatokat leszűrni, és abból építkezni a továbbiakban. Ez a legutóbbi mérkőzés is nagyban hozzájárult, hogy fejlődjön a csapatjátékunk, és bízunk benne, hogy azokon a mérkőzéseken is, itt elsősorban a Békés Csaba és a Debrecen elleni mérkőzések, amik rangadónak számítanak ebben az osztályban, ott őket is maximálisan be tudjuk vetni, és kiegészítő vagy fő szerepet tudnak játszani. Az NB2 keleti csoportjának tabelláját a Békés Csaba vezeti 8 győzelemmel, megelőzve a szintén hibátlan Szentsenyi Iksét és a 7-1-es mutatóval álló Deac 2-t. A nyíregyháziak legközelebb a nyeretlenül sereghajtó Békés Csaba B-t fogadják, majd az év utolsó meccsén a közvetlen rivális Békés Csaba otthonában lépnek pályára. Mint Kovács Tibor elmondta, a gyengébbik Csaba elleni meccset felkészülésnek szánják az azt követő rangadóra. Mint minden csapatjátékban a taktikázás is jelentős szerepet játszik. Igazából nem szeretnénk kijátszani azokat a játékelemeinket, amiket a következő nagy Békéscsaba ellen szeretnénk játszani, de egy megfelelő ritmusban és megfelelő olyan mérkőzés játszik, mert sajnálatosan benne van a győzelemben is az, hogy rosszul esik a győzelemben, nem úgy megy a játék, de egy olyan ritmusban játszani ezt a mérkőzést, ami a következő mérkőzésre is egy jó alapot jelenthet. A Szentsenyi Ikse Békéscsaba B mérkőzés pénteken 19 órakor kezdődik a Bánki csarnokában.